Az ukrajnai háborúról és az energiaárakról tárgyalnak pénteken az európai országok vezetői Prágában. A nemrég életre hívott Európai Politikai Közösség csütörtökön kezdődött találkozóján 44 ország van jelen, hiszen nem csak az Európai Unió tagállamait sújtják a háború gazdasági következményei. Oroszország és Belarus viszont nem kapott meghívást. Közös célunk volt egy olyan informális platform létrehozása, ahol megoszthatjuk egymással a javaslatainkat, és kidolgozhatunk megoldásokat arra, hogy a béke és a jólét visszatérjen Európába, mondta a házigazda cseh kormányfő. Szerintem ez nagyon hasznos, remélhetőleg a közös kapcsolataink új szakasza, mondta a találkozó ötletgazdája Emmanuel Macron. De a mi szándékunk egyértelműen az, hogy elkötelezzük magunkat, hogy konkrét terveink legyenek, és hogy együtt dolgozzunk kontinensünk egységéért, különösen ezekben a nagyon nehéz időkben, tette hozzá a francia elnök. A találkozón Volodymyr Zelenszky is felszólalt, aki online csatlakozott az eseményhez. Az ukrán elnök országa mielőbbi NATO csatlakozásához kért támogatást. Volodymyr Zelenszky szerint ezt a háborút Ukrajnában kell megnyerni, nehogy más országokat is sújtson.